Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg ez meg az. Nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző. Mire vársz? Megüssön a guta. Vagy a másik. Indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögét. Kezdődik minden. Biztatja a férjét. Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal! Csak boxolnak, bal nem megy. Megy a bal! Megy a... Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek. Kezi csókolom, jött a bal. Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Úgy, ha balos betalál, hú, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így, dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV Mintabolt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van, frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így a kérdés. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükém. Megint végszó.
Beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka honn alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, mert van csizma. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marha. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hátra veszi külföldi is, de azt mondja, ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áld meg. Ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó, bevált. Csak egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk. Hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen tévériport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész. Ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt. Megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba. Köszön. Nem fogadják. Ő a hülye, még köszön. Nem tudja, hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőelvtárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögöm, mert tudom, mit akarok mondani. Így az. Asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönn nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így egyébe. Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás, ezt nem viccből mondtam,
ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Dönetetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Ezt nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, te nézd már. Az a laszti, mi ez a kapura? Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, de hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hát, hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. De... 4-2 ide. Ez a kunst. Oda az nem kunst, az természetes. Ide, az a kunst, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ült kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, az ember tényleg futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudják. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosz is a kapuban. Szóval nénda. Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem. Szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami?